Kedves ünneplő egybegyűltek! Nemzeti ünnepek kapcsán a szónokok, a felszólalók mindig arra törekednek, hogy megtalálják a párhuzamot az akkori idők és a mai idők között. Hogy a 48-as, 49-es események mennyire meghatározóak voltak nemzetünk további sorsára nézve, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy most kereken 170 esztendővel a forradalom kirobbanása után itt állunk és kegyelettel emlékezünk. Nyilvánvaló, az évről évre megtartott emlékezések bizonyítják, hogy az akkori eseményeknek komoly üzenetük van a mai magyar ember számára. Az idei esztendő két kerek évfordulót hordoz magában. Az egyik a már fent említett 48-as szabadságharcnak a 170. évfordulója, illetve a magyar lelkekben azért sebet ütő 100 évvel ezelőtti béke diktátum. Ez az utóbbi eseményeknek betudhatóan szegényebbek lettünk ugyan talán, de kevesebbek nem, és ez kell tudatosuljon bennünk. Hiszen 1000 éve élünk Erdélyben és 100 éve Romániában. Ez alatt az évezred alatt legalább annyi értéket teremtettünk ezen a tájon, mint amennyi bárki más körülöttünk. Gondoljunk csak nagyjainkra, gondoljunk tudósainkra, kultúránk eles alakjaira, műemléképületeinkre, és így sorolhatnám tovább. Annak idején az 1848-as, 49-es forradalmat és szabadságharcot leverték, de az akkori szellemiséget, eszmeiséget nem sikerült kiirtaniuk ellenségeiknek, és ez a szellemiség, eszmeiség mindaddig élni fog, ameddig magyar lesz a táj, aki emlékezzen és felvállalja magát. Láthatjuk az elmúlt időszakban, ahogy az előre sejtető volt, egyre gyakoribbak az uszítások, egyre gyakoribbak a konfliktusok. De ez nem úgy kellene legyen. Tisztelet azoknak a politikusoknak, tisztelet azoknak az előjáróknak, akik együttműködést akarnak a népek között. Nem szabad úgy éreznünk, hogy másodrendűek vagyunk. Számtalan példa bizonyítja azt, hogy igenis meg tudjuk állni a helyünket ezen a vidéken. Magyarként lehetünk sikeresek, sőt, én azt vallom, hogy egy fiatal csak akkor lehet sikeres, hogyha anyanyelvén tud érvényesülni. Ezekre a pozitív példákra kell összpontosítanunk, és nem szabad a negatív történésekre figyelnünk. Ha kizárólag az utóbbiakra koncentrálunk, azáltal erőtlenekké válhatunk. És hogy mindezek fényében mit üzen ma számunkra, a jelenleg kisebbségben élők számára, Romániában, Máramoros megyében élő magyarok számára az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc. Mert hogy üzen számunkra, ha van fülünk meghallani, akkor halljuk, ha van szemünk meglátni, akkor látjuk, hogy mi az, amit korrigálni kellene, mi az, amit forradalmasítani kellene, amit meg kellene reformálni. Láthatjuk, hogy egyfajta visszaállamosítás zajlik. Láthatjuk azt, hogy iskoláinknak, közösségeinknek, ha nem is a látható agresszív módon, de neki támadtak. Erre válaszolnunk kell. Nem hagyjuk magunkat, nem hátrálhatunk meg. Minden törvényes és diplomáciai eszközt kihasználunk annak érdekében, hogy ezt a folyamatot megállítsuk és visszafordítsuk. Harcolnunk kell a demokrácia fegyverével, hogy közösségünk szabadságát növeljük, hogy a magyar nyelvet egyre több helyen lehessen használni és tanulni, a máramarosi magyarok ne érezzék magukat másodrendűnek. Sajnos van olyan, amikor az emberek nem bíznak eléggé önmagukban, és nem használják elég bátran a magyar nyelvet. Azonban a most zajló úgynevezett forradalmunknak az igazi hősei, azok a szülők, nagyszülők, ahol a gyermek magyar nyelven tanul, az igazi hősök azok, akik minden nap használják az anyanyelvüket, az igazi hősök azok, akik bíznak önmagukban annyira, hogy merjék használni a magyar nyelvet, hogy merjék vállalni az identitásukat, az igazi hősök ebben a igaz, hogy ágyúdörgés nélküli forradalomban azok a személyek, akik bíznak a közösségben eléggé ahhoz, hogy a közösség részeivé
akarnak, az a közösség része akarnak maradni életük végéig. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és további tiszteletteljes ünneplést kívánok mindenkinek. Nagy tisztelet Uram! Képviselő úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeim! 170 év nagyon hosszú idő, de talán nekünk magyaroknak, a magyar embereknek csak elenyésző az itt töltött ezer esztendőhöz képest. Szorongás, vagy talán csak kételyek. Esetleg a jelen bizonytalansága vett erőt rajtunk, amikor készültünk fogadni az idei évet. Vajon miért? Miért rendhagyó egy olyan ünnep, melyet már 170 éve ünnepelünk? Minden évben, hol jobban, hol kevésbé. Néha szabadon, néha nem. Néha béke volt, néha nem. Néha vér folyt, néha nem. De folytatódhat, folyhat újra, remélem nem. A téma ugyanaz, magasztos felemelő. Szabadság, testvériség. És tegyünk hozzá, elismerés, elfogadás, megértés és tisztelet. Ez mind 1848 üzenete. Nagyobbak nem születtek azóta sem. Vagy talán igen? De ma, 2018-ban még nem lehetnek a modernkor hősei. Talán egyszer, az utókor rólunk is ugyanúgy fog beszélni. A kezdet 1848-ban volt. A magyar nemzet ébredése, a pillanat, mely sok nagy magyarnak a vég is volt egyúttal. Mi mindig reménykedünk, reméljük a feltámadást. A hit, a nemzet, a bővebb hazánk Európa ébredését. Egyedül vagyunk, vagyis majdnem. Megint minket akarnak büntetni már azok is, akiktől a demokráciát újra reméltük, a szabadságot vártuk. Valamikor ők fosztottak meg ezer éves örökségünktől, és most meg akarnak fosztani keresztény vallásoktól, a maradék országoktól, és hadd ne sorolja minden zúdítanak rá. Mi ránk, egy kis magyar nemzetre, mely ezer év alatt ki tudja hányadszorhoz álmatlan éjszakákat a nagy nemzetek villáira. Csak azért, mert megint csak meg akarja védeni azt, ami az övé. Egy kis ország, annak békéje, talán jövője, és egy kis nemzet, ma már a határokon átnyúló egysége. Ez fáj meg az Európának. Ezt követeli tőlünk újra meg újra. Miért van az, hogy a forradalom nem ült el soha? Egyre csak itt él velünk, évről évre, mindig más formában, de itt van. Eszméjével, lendületével, felhozza az akaratot újra meg újra. Rabok többet nem leszünk. 113 évvel a forradalom után születtem, de ma is hallom ugyanazt, amit a március ifjak kiáltottak a világ fele. Most rajtunk a sor. Meg kell menteni hazánkat nekünk, erdélyi magyaroknak. Nekünk, mert bár nem reméltük, hazahívtak. És hazavittek. Még akkor is, ha nem hagyjuk el szülőföldünket. Újra érték magyarnak lenni, és sokan olyan, akik elvesztették egykori anyanyelvüket, visszakérik azt, vagy legalábbis megpróbálják. Voltak, akik megtagadtak, bár ők is magyarok voltak. Ha megtagadtak, most mi is azt tesszük, és ott a helyünk az ellenzékben. Ezt ne felejtjük. A választás a mi kezünkben is ott van. Ez becsület kérdése. Mert ha én megint hivatalosan is magyar lehetek, a gyermekem, az unokám ismét magyarnak született 100 esztendő után, most rajtam a sor, hogy megtartsam azt április 8-án. Mert számít rám a haza 170 év után. És valamit megfogadtam, amit meg is tartom. Isten engem és segélyen. Köszönöm, hogy meghallgattam. Köszönöm egyszer egy pár szeret, Danilor Paris. Domnilor, Sarelor, sunt fericit să fiu în fața dumneavoastră, regret că nu am un
Nu am pregătit un discurs special, pentru că eu nu vreau să vă transmit neapărat un mesaj politic. Eu vreau să vă transmit dumneavoastră încântarea și bucuria de a fi, de a putea fi prezent cu această ocazie în rândul, dumneavoastră, pentru că este o zi foarte importantă pentru nația maghiară, este ziua maghiarilor de pretutindeni și eu mă bucur să fiu alături de dumneavoastră pentru a putea să vă felicit și pentru a putea să vă asigur de întreaga mea considerație, de întregul meu respect și mai ales de întreaga mea colaborare. Bogăția unei comunități este cu atât mai mare cu cât în acea comunitate avem mai multe etnii. Fiecare etnie poartă din istoria proprie, din cultura proprie, din tradiția proprie și alături de ceilalți dau forță și putere unei localități. Sighetul este mândru să aibă o etnie maghiară cu o tradiție istorică extrem de îndelungată și mare, care, spre fericirea mea, se adună în jurul bisericii în momentele de înaltă încărcătură emoțională și care își aduce contribuția la bunul mers al acestei, urbi. Nu există o dovadă mai clară decât faptul că nu singur reușesc să administrez orașul, ci împreună cu viceprimarul, iar viceprimarul este doamna Beie Șildico, cu care colaborarea noastră merge înainte. Vă asigur de respectul nostru, vă asigur de ajutorul nostru. Ce să vă spun, toate activitățile pe care le facem nu au niciun fel de acoperire în politică sau în naționalități sau în altceva. În egală măsură ne-am concentrat pentru proiectele la Liceul Levoi Clara, la Liceul Tarasevcenco sau la alte licee românești, pentru că scopul este să avem copii educați, copii cu minți, copii care să ducă mai departe tradiția noastră. Eu sunt mândru că Sighetul este un oraș cu o vechime considerabilă, un oraș care în 100 de ani reprezenta foarte mult pentru zona aceasta, eu tuturor. De câte ori mă întâlnesc cu cei din Baia Mare, cu care avem diverse legături, le povestesc despre Sighet, care în 1930 era un oraș care avea vreo 30.000 de locuitori, și Baia Mare, care era un centru muncitoresc în jurul unor mine, și uite că, din păcate, noi Sighetul am rămas cam tot pe la 30 și ceva de mii de locuitori. Baia Mare s-a dezvoltat fulminant, îi felicit și ne dorim și noi să fim ca ei. Vă asigur de prețuire, vă asigur de stimă, vă asigur de respect și vă asigur de faptul că niciodată n-am să judec pe nimeni decât prin prisma nevoilor acestuia și nu prin prisma naționalității, sexului, vârstei sau orice alt element care este un element artificial introdus. Vă doresc să fiți sănătoși, vă doresc să ne vedem cât mai des în această superbă clădire, din punctul meu de vedere, cu siguranță cea mai frumoasă din oraș. Și vă doresc, în ultimul rând, să fiți sănătoși, atât dumneavoastră, cât și familiile dumneavoastră. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți!